prepara. Sente a melodia. Criminoso perigo. 5-7 de. Nos hát sziasztok srácok, köszöntök mindenkit egy újabb Last Day on Earth videóban. Mint tudjátok, kijött az 1.7.8-as update-ünk, ami hát hozott kisebb-nagyobb változásokat, de igazából szerintem, ez az én véleményem, semmi érdemlegeset nem hozott nekünk. Igazából ami úgy jobb, szerintem az a karakterkreálás, ugye a testre szabás lehetőség, amit itt tudtok megtenni, hogyha bejöttök a hátizsákotokba, azután pedig a nevetek mellett a kis ceruza ikonra kattintatok, akkor meg fog jelenni ugye, hogy lányt vagy férfit szeretnétek, azután pedig itt ki tudjátok választani a hajszínt, magát a hajat, a hajstílust, az arcszőrzetet, stb. Stb. Én ezeket a két karaktert választottam, tegnap ugye a livestream alatt, sokan nem voltatok ott, de viszont sokan ott voltunk. Egyébként külön rögzítem a két dolgot, tehát a kamerát az külön készülékkel, a játékot az megint külön készülékkel. Nos ugye, hogyha megcsináltuk a karaktert, azután mindenféleképpen próbáljuk ki a pisilést, mert ez nagyon-nagyon fontos. Ugye azt tegnap is kipróbáltuk itt a srácokkal, hogy a lány hogy pisil, ugye, úgyhogy meg is nézzük ezt a dolgot. Ezen kívül még a rádióban történtek változások, amit szintén mindjárt megnézzünk. Láthatjátok, hogy nagyon durván tolja a csaj. Úgyhogy nézzük is meg a rádiót szerintem. Ami nem egy rossz dolog minden esetre. Itt láthatjátok a rádiót, és ezen a rádión most már nem csak a raiderek jelét fel lehet fogni, illetve a bunker kódot, hanem még a kereskedőnek a frekvenciáját is lehet fogni. Most ezt nekem nem jelzi sajnos, de higgyétek el, hogy lehet fogni a kereskedő frekvenciáját, és hogyha kapcsolatba lépünk vele, akkor le fogja írni, hogy mit kér, tehát nem kell úgy oda menned, hogy nem tudod, hogy mit kér, hanem automatikusan tudni fogod, hogy mit kell magaddal vinned, és a kereskedő többször megjelenik a térképen, és ugyanazt fogja kérni mindig azon a napon, tehát többször tudsz üzletelni vele, ami nagyon jó, és ugyanazokat fogja kérni cserébe, mint amit legelsőnek a rádióban beírtatok igazából. Egyelőre úgy tűnik, hogy ennyi volt a változás, mert ugye mutatták nekünk a turátet is, de sajnos az nem került bele a játékba. Aki nem tudná, tegnap a stream közben megcsináltuk a pecobotot, ami nem is tudom, hogy hol található most nekem. Igen, itt van. Ugye itt a pecobot, amivel igazából még most nem lehet kezdeni semmit sajnos, de majd talán később lehet kezdeni vele valamit. Illetve még azt szeretném megmutatni, hogy nézzétek meg, hogy milyen komoly szinten fogja a csaj a fegyvereket. Úgyhogy ez nekem tetszik egyébként. Jó, nem ezt, hanem egy kis fegyver. Tehát látjátok, hogy teljesen másként fogja, mint a férfi. Ami jó szerintem, ami nem rossz. Viszont sajnos ezzel egyidejűleg ennyi is volt ez a frissítés igazából. Semmi újat nem tartalmazott. Elvették ugye az energia lefelezést, és hát ennyi, igazából semmi érdemleges szerintem, de hogyha tegnap részt vettetek a stream alatt, akkor ezt már tudjátok. Amúgy, aki még nem tett, az csatlakozzon a Twitch streamekhez, mert nagyon jó kis családi közösség szokott ott kialakulni, ilyen 50-60 ember szokott lenni, aminek én nagyon-nagyon örülök. Ugyanis aki nem tudná, én YouTube-on nem tudok streamálni, ezért van Twitch-en a stream. Ez még egy fontos dolog, amiről beszélni szerettem volna, hogy sokan kérdezitek, hogy miért nincsen YouTube-on stream, miért a Twitch-en van, meg hogy én jó szar vagyok, hogy átmentem a Twitch-re, ez nem így van srácok, ez azért van, mert a YouTube az letiltott spam miatt, amit nem is csináltam, de aki ismer, azt tudja, mert leírtam neki ezt a dolgot, úgyhogy nem is foglalkozok innestől kezdve vele, hanem a YouTube-ra ugyanúgy mennek ki a videók, nincsen elhanyagolva semmi, ugyanúgy mennek ki a videók, és ugyanúgy foglalkozok vele, és minden emberrel, aki a YouTube-on néz engem, viszont a Twitch-et se hanyagoljuk el, mert mondom, egy nagyon-nagyon jó kis közösség, én inkább családnak nevezném, ami ott kialakult. Nos, nézzük még meg, ami a shopot illeti, hát igazából itt változás nem történt, sajnos egyenlőre ennyi, amit így tudunk a játékról, semmilyen más változás, a bunkerben sem történt változás. Tegnap azt hittem, hogy az Z megváltozott, ez még fontos. Ugye mondtam, hogy visszarakták az Z-nak a sebzését 20-ra. Tévedtem, srácok, nem rakták vissza.
csak biztosan bugos, és úgy írja, hogy 8-tól 20-ig sebez az éj. Ez nem igaz, ugyanúgy 3-akat sebez az éj sajnos, úgyhogy ennek nem tudunk körülni, pedig azt hittem, hogy jó lesz ugye a kezdő játékosok számára is. Úgyhogy szerintem egyenlőre ennyi volt, a szomszédokat nem resetelték, új helyek nem jöttek, új event nincsen, úgyhogy ez is csak egy nagy parasztvakítás volt szerintem, de hogyha tetszett nektek ez a videó, illetve a frissítés, akkor írjátok le a saját véleményeteket erről az update-ről, hát ugye ez az én saját véleményem, hogy nekem ez annyira nem jött be igazából, szerintem ez egy parasztvakítás, befogás, hogy fogjuk be a szánkat, ugye multiplayer sehol nincs, a turret, amit mutattak, még mindig sehol nincs, úgyhogy ez ennyi srácok. És én köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok. Hé, haver! Igen, hozzád beszélek. Ha tetszett ez a videó, ne felejtsd el lájkolni. Ha segíteni szeretnél, akkor csak oszd meg a videót. És remélem találkozunk legközelebb is.